A nyíregyháziak új vezetőedzővel, Sitko Ernővel a kispadon kezdték a mérkőzést, a tabellán közvetlenül előttük álló Pécs ellen. A vendégek már az első percekben előnyt szereztek, a negyed végén 27-18-ra, fél időben 40-33-ra vezettek a baranyaiak. Fordulás után sem változott a játékképe, a hazaiak erőlködtek, a pécsiek pedig kihasználva ellenfelük hibáit, végül 78-58-ra megnyerték a találkozót. Szerettem volna azt, hogyha sokkal agresszívebben védekezünk, kértem is ezt a srácoktól, de úgy gondolom, hogy nem értik még igazán azt a mentalitást, amit szeretnék kérni tőlük. Ez egyik probléma, a másik probléma az, hogy sokkal többet kell tenni azért, hogy nyerjünk egy mérkőzést ezen a szinten. Kondicionálisan jobbnak kell lenni, kell nézni a tengeren túli kosárlabdát, akár az NCAA-t, és meg kell nézni, hogy egy NCAA-ben hogyan néz ki egy védekezés. Azt kérem mindig a srácoktól, hogy az ellenfél úgy érezze magát a pályán, mintha ragasztó ragadt volna rá, és ott legyen rajta mindig valaki, és mindig lógjon valaki a támadó játékoson, illetve a labdás játékoson. Sajnos ez nem valósult meg. Úgy gondolják néhányan, hogy lehet pihenni védekezés közben, támadás közben, tök mindegy hol, lehet pihenni a pályán. A pályán nem lehet pihenni. Sokan vagyunk, sok egyforma képességű játékosunk van, úgy gondolom, hogy őket használni kell, és előbb-utóbb jobbnak kell lennie annak a teljesítménynek, ami a pályára kikerül, mint ami ez ma történt. A vendégek edzője szerint a 20 pontos különbség nagyobb annál, mint ami a pályán volt a két csapat között. Nem volt az olyan könnyű mérkőzése. Én úgy érzem, ahhoz, hogy ezt a mérkőzést ekkor a különbséggel megnyerik, nagyon sokat tettünk. Csapatként játszottunk, ami nagyon-nagyon szükséges ahhoz, hogy egy idegenbeli mérkőzést valaki meg tudjon nyerni. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, tényleg megvalósították azt, amit megbeszéltünk. Elvégeztük a munkát az elmúlt időszakban, és tényleg nagyon remélem, hogy ez tovább folytatódik ez a munka. A forduló további eredményei: Albafehérvár Körment 90-93, Jászberény Kaposvár 83-67, Zalaegerszeg Sopron 78-85 és Kecskemét Szeged 69-64. A tabella élén 12 győzelemmel és 2 vereséggel a Paksál, megelőzve a Kecskemétet és a Sopront. A Marsó NKK 1 győzelemmel és 13 vereséggel az utolsó helyet foglalja el a táblázaton. A nyíregyháziak szombaton a Szegedet fogadják a Bújtosi csarnokban.